hallották, új trafipaxokat vett a rendőrség, ezeknek a lényege, hogy mindent látnak. Azt is, ha gyorsan megy valaki, azt is, ha nincs bekötve, azt is, hogyha telefonál a kocsiban. Látjuk mindjárt magát a készüléket, semmi különös, de sok bosszúságot fog okozni. A gyorshajtás, mint veszélyforrás egyébként vitatott kérdés. Sokak szerint nem ezen múlik, a kultúrán, a relatív sebességen, az autók minőségén inkább lehet. De mi most foglalkozzunk csak a sebességgel. Van-e értelme sietni, van-e értelme akár csak kihasználni mondjuk a Magyarországon megengedett sebességet az autópályán? Ugye Németországban sok pályán nincs korlátozás, mindenki annyival megy, amennyivel akar. Nálunk 130 a maximális sebesség. Az Egyesült Államokban pedig ezt kevesen tudják, átszámítva körülbelül 110 km, egy-egy helyen 120. A kérdés, hogy van-e, lehet-e összefüggés a halálos balesetek és a sebesség között. Persze más összetevők is vannak, de a grafikon mutatja, hogy igen. 100 kilométerenként évente 2,7 a szám Németországban, ahol ugye lehet menni, 2 Magyarországon, és kevesebb, mint 2, az egyébként nem 0,17, hanem 1,77, de mindegy, a lényeg, hogy Németországban lényegesen kevesebb, mint Magyarországon, illetve az Egyesült Államokban lényegesen kevesebb, mint Magyarországon. Elvben tehát cél lehet a sebesség csökkentése. Az persze kérdés, hogy a Trafipax jó eszköz erre. Pénzbeszedésre biztosan jó, főleg ez az új fajta, ugyanis mindent lát, vagyis egy hosszabb úton, ha esetleg kétszer is belefutunk, már elvben akár milliós is lehet a bírság. Maróti Tóth Tímea összeállítása. Ilyen a hangja egy 340 km per órával száguldó sportautónak. Ha a jövőben ezzel a sebességgel akarunk haladni, például Budapesttől Letenyéig, akkor fel kell készülnünk arra, hogy a több mint 200 kilométeres szakaszon akár 3-4 ponton is ellenőrizhetnek minket, és nem csak azt, hogy mentünk-e a megengedettnél gyorsabban. Ezzel a 160 eszközzel a jelenleg üzemeltetett mintegy 80 darab sebességmérőt fogjuk kiváltani. Ez az eszköz lényegesen több funkcióval rendelkezik, mint egy sebességmérő. A rendőrség új ellenőrző rendszere, a VEDA, figyelni fogja azt is, hogy az autós megáll-e a piros lámpánál, szabályosan megy-e át a vasúti átjárón, figyelembe veszi-e a záróvonalat vagy a behajtani tilos táblát, de még azt is, hogy használja-e a biztonsági övet. Tehát a kamerák segítségével egyszerre több szabálysértés is tetten érhető lesz, de a büntetés egyenként jár. Ha az autó záró vonalon előz, gyorsan hajt, és még a biztonsági öve sincs bekötve, mindegyik szabálysértésért megkapja a bírságot és a büntetőpontokat is. Az uniós támogatású projekt célja tehát nem csak az, hogy megbírságolják a gyorshajtókat. De a balesetek több mint negyedét továbbra is a gyorshajtás okozza. A vezes.hu újságírója szerint nem ez a legnagyobb probléma. A balesetek legesnagyobb része nem azért történik, mert valaki az adott útszakaszra megengedett sebességet túllépi, hanem egyszerűen azért, mert ugyan 90 a megengedett, de neki elég lenne 70-nel vagy 80-nal mennie. Ezeket azonban a rendőrségi statisztika nem mutatja ki. A szakember szerint a Trafipax csak a büntetés behajtására alkalmas. A rendőrségnek az lenne a feladata, hogy minden a közlekedést veszélyeztető szabálytalanságot kiszűrjön. Maróti Tóth Tímea, 7/24. Az adatok azt mutatják, hogy a gyorshajtásnak köze van a balesetek számához, főleg a súlyos balesetekéhez. De vajon van-e értelme egyáltalán gyorsan menni? Hogy azt feltételezzük, hogy valaki 5000 kilométert tesz meg autópályán évente, hogy nagyjából 400-at havonta. Nos, ő amennyiben 130 kilométerrel megy végig, 38,5 órát tölt a kocsiban pályán egy évben. Ha 160-nal megy, akkor 31-et. Ugye egy év alatt 6,5 óra az eltérés, vagyis ha valaki matematikailag betartja a korlátozást, az napi 1 percet veszít ahhoz képest, aki átlag 160-nal megy az autópályán, ugye matematikailag. Tehát újra elmondom, ez napi 1 perc veszteség, és ez nem minden. Ugye ugyanennyi úton 130 km-es sebességnél 145.000 forint az üzemanyagköltség, 160 km-es sebességnél pedig 50.000 forinttal több, tehát napi 1 percért adunk évi 50.000 forintot, kockáztatjuk az életünket, a szembejövők életét és a büntetéseket, és ugye szennyezzük a környezetet is. És végül ugyanez a sokak által sokszor megtett Balaton-Budapest távolságon, tehát 100 kilométeren 9 perc. Ennyit spórolunk, ha 160-nal megyünk, és nem 130-al. 9 perc. Egy kisebb dugó az Attila úton, és elveszítjük, amit nyertünk. Ha 110-zel megyünk, 57 perc, ha 130-al, 48, ha 160-nal, akkor
39 perc az út.